akkor tényleg végképp nem értem. Tehát ön azt mondja, hogy dilettánsok, én még hajlamos vagyok azt mondani, hogy lehet, hogy ön nem látja ezt teljesen jól, de hogy akkor miért találjanak, tehát miért ezt a 100 milliárdot, miért nem kerestek egy másik utat ennek a 100 milliárdnak? Nézze, menjünk tovább. És bocsánat, hogy még közel, van-e ennek az egész 100 milliárdos jegybankra történő terhelésnek valami köze ahhoz, hogy most már csak márciusig kell kibírni, mert akkor lejár Simor András mandátuma, majd akkor lesz egy olyan jegybankelnök, aki a mi emberünk, az majd azt csinálja, amit mi mondunk neki, vagy amit hát ő úgy gondol, de ő ugye a mi emberünk, nem mint ez a Simor, aki örökké akadékoskodik, és majd akkor itt minden rendben lesz. Csak márciusig kell kibírni. Tőlem beültethetik a Nemzeti Bankba Schmidt Pált, ha akarják. Schmidt Pál nem azt fogja csinálni, és a Nemzeti Bank nem azt fogja csinálni, amit a kormány mond neki, hanem azt fogja csinálni, amit az EKB mond neki, és a piac mond neki. Mert ha nem azt csinálja, másnap a piac lehúzza a rolót, és Magyarország csődöt mond, 24 órán belül. Tehát én attól nem tartok, hogy ők beültetnek valakit, aki majd azt csinálja, amit ők mondanak, mert nincs lehetőség. És lehet, hogy és ezzel a kormány nincs tisztában? Nincs. Ezért dilettáns. Tehát az lehet, hogy az illető besétál, legyen az Rogán Antal, vagy Varga Mihály, és beül a Nemzeti Bank elnöki székébe abban a hitben, hogy ő azt csinál majd, amit a kormány mond neki, és abban a pillanatban, amikor azt csinálja, megjelennek az ernyőn a számok. És a kollégák fogják neki jelezni, hogy főnök, holnap reggelre fizetésképtelenek vagyunk. Az országnak tudomásul kell vennie egy nagyon egyszerű tényt. Jelenleg ez az ország a NATO nélkül nem képes megvédeni a határait, és a nemzetközi segítség és támogatás nélkül nem képes rendezni a számláit. Na most, ezen fontos lenne és nagyon helyes lenne változtatni, de az kemény, következetes, profi munka gyümölcse lehet, és akkor is nagyon kemény munkára van szükség, hogy ezt elérjük. Én ezt nagyon szeretném elérni, hogy ez ne így legyen. De ez a felelőtlen dilettantizmus, ami ebben az országban zajlik, példátlan. És ezt a helyzetet az ország védelmének az alásását, tessék belegondolni, ma Magyarország a NATO által előírt honvédelmi költségeknek a harmadát sem tudja előállítani. Magyarország a NATO-ba való belépése óta, azt hiszem 2-3 évben teljesítette a NATO követelményeit. És mégis élünk. És mégis élünk. De micsoda élet ez? Tehát azt akarjuk, hogy jó, hát akkor élünk és lébecolunk és stb. És azt akarjuk, hogy a világ minket komolyan vegyen? Mert ez szó se lehet. De látja, a forint pedig nem reagál erre a kialakult szituációra, amit ön katasztrofálisnak tart. Majd fog. Nagyon sokáig annak idején, amikor én mondtam, hogy baj lesz a forinttal, ugye mondták nekem, akkor 230-240 körül volt az euró árfolyama, mindenki mondta, hogy hát az ördögöt festi a falra, ez a róna, ez egy felelőtlen, és aztán összeomlott a forint. És lett belőle 300. Ugye? 24. Igen. A végén. 324. Lett jött a svájci frank, és az egész társadalom összeomlott a svájci frank hitelek terhe alatt, mert elszállt a svájci frank árfolyama. Hiába mondtam 2006-ban, hogy vigyázzunk, ebből baj lesz, senkit se érdekel. Most megint az van, hogy egy nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe kerültünk, nagyon fontos a higgadt, megfontolt, szakmailag megalapozott gazdaságpolitika, és erről nincs szó. Én például akár én nem hiszem, nem tudom elképzelni, hogy a minisztériumban, a nemzetgazdasági minisztériumban Matolcsy György tudna nekem találni egy darab főosztályvezetőt, aki azt mondaná, hogy ez az adó, ez egy jó ötlet. Nem hiszem. Olyan mértékben semmibe veszi ez a kormány a szakvéleményt, amire nincs példa. Ugye, most ez az állásvédő és állásmunkahelyvédelmi program. Na most
A Kemény Istvántól kezdve a mai napig a magyar szociológusok, munkaügyi közgazdászok, Charles Ágota és így tovább, nagyon komoly kutató munkát végeztek, amiből kiderül, hogy a magyar alulfoglalkoztatottság, munkanélküliség, stb. Milyen elemekből, gyökerekből táplálkozik. Tehát hova vezethető vissza ez a gond, és hogy milyen utakat kellene nekünk lefedni ahhoz, hogy ebből a helyzetből kikerüljünk. Van szakirodalom, magyar szakirodalom, van nemzetközi szakirodalom. Semmibe veszik. Mit gondol, hogy mit vár ön a felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívásától? Hát mit tud egy felügyelőbizottság a jegybankba elintézni? Hát a kormánnyal szemben kellene önöknek föllépni, vagy azt gondolja, hogy majd a felügyelőbizottság, amelyben vannak a kormánnyal szimpatizáló tagok is, majd talán rábírják a gazdasági minisztert? Nekem van egy felelősségem, nekem van egy feladatom, ami törvényben van megfogalmazva. Nekem biztos, mint felügyelőbizottsági tagnak őrködnöm kell a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodása és működésének törvényszerűsége fölött. Na most ez a törvény bele zavar a gazdálkodásba, hiszen elvisz a Nemzeti Banktól 100 milliárd forintot, ugye, ami nem egy kevés összeg. Akkor önnek fel kell emelnie a szavát. Nekem fel kell emelnie a szavát. És hoz egy olyan törvényt, ami összeegyeztethetetlen az Európai Unióval vállalt kötelezettség. Ezt szóvá kell tennem. Hogy aztán a kormány, a Fidesz képviselő urak ezzel mit csinálnak, az az ő felelősségük. De nekem ez a feladatom. Megjelent a mai Népszabadságban az, Csuha Ildikó írt egy nagy cikket, hogy gyakorlatilag most azért kiderült, hogy tulajdonképpen mégiscsak a török taktikát folytatta a kormány az IMF-fel szemben, hogy úgy csináltak, mint a nagyon meg akarnának állapodni, de aztán mégse akarnak megállapodni, tehát hogy török taktikát folytattak, de akkor tagadták. Ön egyetért ezzel a megállapítással? Nem tudom. Az én szememben ez a kormány ki és beszámíthatatlan. Tehát én nem tudom végig gondolni, hogy mi jár az eszükben, mert az észjárásukban semmiféle racionalitást nem tudok felfedezni. Úgyhogy nem is nagyon akarok ezzel foglalkozni. Az viszont biztos, hogy a törökök esetében ők már látták a gazdaságuk fellendülését. Tehát nekik szükségük volt egy ilyen 6-9 hónapos laufra, úgymond, hogy bejöjjön a fellendülés, és akkor már nem kellett a valuta alap. Ön meg nem látja a magyar gazdaság fellendülését. Én meg nem látom a magyar gazdaság fellendülését, úgyhogy ha ilyen gondolataik vannak, akkor nem tudja, hogy ez hova vezet. Mert előbb-utóbb kiderül, hogy nincs IMF hitel, de közben a gazdaság nem jött helyre. Igaz, hogy Matolcsy György 2%-os gazdaságnövekedést jósol jövőre, de én nem ismerek senkit, aki ezt elhinné. Köszönöm szépen.